Itt a Szekszeli Veselényi és az Alkotmány utca határán alakítanak ki hamarosan egy új, mozgáskorlátozott gyerekek által is használható, kifejezetten nekik fejlesztett eszközöket is tartalmazó játszóteret. Az ehhez szükséges döntést csütörtökön hozta meg a Tolnai megyeszékhely közgyűlése. Korábban kutyafuttatót terveztek oda, de azt a lakók nem szerették volna. Ezért a területre végül mászókák és hinta kerültek, most pedig újabb beruházás következik. A kérés az volt, hogy 350 négyzetméternél nagyobb bekerített területre volt szükség, ez pont megfelel annak, 450 négyzetméter. Ide a város kialakít egy vízcsatlakozási pontot és ivókutat is létesítenek. A Szerencsejáték RT mindent elkészít, tehát kivitelezőt hozza, felmérik a területet, műszaki ellenőrt hozzák, és idén elkezdik a munkát. A fejlesztés legnagyobb része egy forintjába sem kerül Szekszárnak, az elfogadó játszóteret ugyanis egy felajánlásnak köszönhetően kapja a Tolnai megyeszékhely. Horváth István országgyűlési képviselő közbenjárásával a Szerencsejáték RT felajánlotta, hogy Szekszárdra építenek egy elfogadó játszóteret, ami azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozott gyerekek együtt játszanak az egészséges gyerekekkel, és ezáltal az egészséges gyerekek elfogadóak lesznek a mozgáskorlátozottak, a sérültekkel. A nem mindennapi játszótér kialakítása tehát hamarosan elkezdődik, a kicsik pedig a tervek szerint még idén használatba is vehetik azt.